Annak ellenére, hogy nem olyan régen van jelen Magyarországon, a szenior örömtánc egyre népszerűbb mozgásforma hazánkban. Nem csak időseknek, de már 40 éves kortól is ajánlják, ugyanis nem csak a testet, de az agyat is kiválóan megmozgatja. Nagyon jó hatással van a demencia kezdetére, illetve ha már ki van alakulva a demencia, hatalmas javulások álltak be, akik elkezdtek szenior örömtáncolni. Itt tulajdonképpen rövidke kis koreográfiákat kötünk össze az adott zenére, és a ritmusnak ki kell jönni utána, ha elindul a zene. Tehát itt meg kell jegyezni ezt apró kis koreográfiákat, ez már hatalmas agytorna. Tehát otthon, a hétköznapokban nem csinálunk ilyen feladatot az agyunkkal. Tehát javarészt egyirányú mozgásokat végzünk a nap 24 órájába. Nem csak a térségből, de az ország több pontjáról érkeztek oktatók a hétvégi rendezvényre. Dunakesziről, Szolnokról, Kecskemétről és Paksról is voltak résztvevők a szenior örömtáncon. Eznek a mai rendezvénynek 80-100 főre terveztük, plusz-minusz eltéréssel. Nem volt még ilyen nagy esemény itt Szegléden, hogy bemutassuk, hogy mi is ez a szenior örömtánc, tehát sokan nem ismerik, és szeretnénk, hogy minél többen barátkozzanak, tehát megismerjék, hogy milyen nagyon jó ez a mozgásforma, és jöjjenek hozzánk, várjuk, mi várunk mindenkit szeretettel. A Gyere Táncolj Még elnevezésű programhoz csatlakozott az Idős Barát Egyesület is. A szervezet által útjára indított roadshow 6. állomása volt a ceglédi esemény. Fontos, hogy népszerűsítsék ezt a mozgásformát, mondta az egyesület elnöke. Ezért is alakult meg ez az egyesület, hogy a mi korosztályunkat még nem tanították meg arra, hogy mozogni kell, hogy az egészségünk érdekében tenni kell valamire, mert régen ugye ez nem volt divat idézőjelben, és ezért jött létre az egyesület, hogy megpróbáljuk megtanítani a korosztályunkat arra, hogyha mozogsz, ha közösségbe mész, ha ott jól érzed magad, akkor a testedért is tettél, a lelkedért is tettél, és tettél azért, hogy minél később szorulj mások támogatására. A szenior örömtánc tehát kifejezetten az idősebb korosztály számára kitalált mozgásforma, mely amellett, hogy nem igényel nagyobb erőkifejtést, eredményesen késelteti például a demencia kialakulását.